Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Két dolgot rendkívüli mértékben hiányoltam az ön felszólásából, mint a DK képviselője, mint a Gyurcsány Ferenc pártjának a képviselője. Az egyik az elnézéskérés a magyar emberektől, amiért az első Orbán kormány által kialakított kamattámogatásos forinthitel rendszert átváltoztatták egy devizahitelezési rendszerré, és nem egy állami támogatásra épülő lakás- és otthonteremtési programot vittek tovább, bár a választási kampányban ezt többször is megígérték, és a Kárpátok cicerója Megyesi Péter mondta, hogy ez egy jó dolog, és ezt folytatni kell. Tehát nem ezt vitték tovább, hanem egyrésztről politikai bosszúból, hogy az Orbán kormány egyik sikerét annulálják, tönkretegyék, másrészt pedig azért, mert az embereken, a családokon akartak önök spórolni, hogy ne kelljen kifizetni azt a kamattámogatást a költségvetésben, hanem más célra költhessék, amely célokat persze nem igazán látjuk azóta sem az országban. Nos, tehát önök azért, hogy spóroljanak, és azért, hogy politikai bosszút álljanak az első Orbán kormány egy sikeres otthonteremtési programján, ezért az embereket a devizahitelezésbe hajszolták, és nem tűnt föl önöknek, vagy föltűnt, de nem tettek semmit, hogy százszorosára emelkedett a kormányzásuk alatt a devizeteleknek a mértéke. Bármi, ha százszorosára emelkedik egy kormányzás ideje alatt, az már veszélyes, arra már fel kell hívni az emberek figyelmét. Igen, tisztelt képviselő, bármennyire is hunyorog, az MSZP-SZDSZ kormányzás alatt százszorosára nőtt a devizahiteleknek az állománya Magyarországon. És az ezért való bocsánatkérést is, és elnézéskérést is hiányoltam öntől, és azt is, hogy elmondta volna, hogy a Gyurcsány kormány, vagy a Bajnai kormány, vagy bármelyik, amelyben a DK és erőd pártjai részt vettek, mit tettek ezeknek az embereknek a megmentése érdekében? Mit tettek azért, hogy legalább megállítsák ezt a folyamatot, bár azt tudjuk, hogy az önöknek a kapacitása a pozitívra fordításban hát igazából nem tud megnyilvánulni. Semmit nem tettek ezért, sőt, hát ahogy emlékezhetünk, az önök jegybank elnöke, akit önök itt a parlamentben nagy többséggel támogattak, a kormányzat jelölte és megválasztották őt, azt mondta, hogy legalább megtanulják a magyar emberek, hogy hitelt fölvenni veszélyes, és erről beszélt, ha jól emlékszem, az amerikai nagykövetnek, így legalább a magyar társadalom megtanulja, hogy mikor vegyen fel hitelt és mikor nem. Ennyi volt a szociális érzékenység. Nem beszéltek arról, hogy ki fog az erdőben lakni, vagy milyen családokat lakoltatnak ki, hanem teljesen cinikusan az emberek hétköznapi problémáira nulla érzékenységet és folyékonyságot mutatva azt mondta, hogy hát majd a saját kárukon tanulnak ezek az emberek. Ezt mondta az önök akkori jegybank elnöke. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP minden család számára segítséget nyújtott. Azt a leghatározottabban szeretném visszautasítani, amit ön mondott, hogy csak a gazdag családokon segített bármelyik támogatási forma. Ön is tudja, hogy a végtörlesztésnél és a többi esetben is az átlagos kiváltott hitelösszeg valahol 4 és 5 millió forint között volt. Ez nem egy multimilliómos családot, és nem egy kacsalában forgó palotát jelent, egy 4-5 millió forintos átlag végtörlesztési összeg mondjuk, hanem pontosan az, hogy valaki egy szobával nagyobb lakásba költözött, vagy ez a pár millió forint hiányzott ahhoz, hogy az álmai vagy az elképzelései szerinti otthon megvásárolja. Ezeket az embereket nem mondja multimilliómosoknak, akik 4-5 millió forintos hitelt fölvesznek Magyarországon azért, hogy egy lakást vásároljanak. Tehát nem csak a gazdag családokat, ez mindenki számára, aki lakást vásárol, lehetett tehetősebb, kevésbé tehetős, érzékelhető segítség volt. Önt cáfolják pontosan az adatok. A Fidesz-KDNP az önök által szélessé, terebélyessé váló problémát azonban megállította, és ezt igyekezett felszámolni is ezt a helyzetet. Egyrészt a devizahitelezésnek a megtiltásával most már csak az vehet föl devizahitelt Magyarországon, aki devizában is keresi a jövedelmét. Elrendeltük először is a lakáskiürítéseknek 2010. augusztus 11-én a leállítását. Elfogadtuk 2011-ben a végtörlesztés intézményét, ami 170 ezer családnak jelentett segítséget. Az árfolyamgát bevezetésével szintén több mint 170 ezer belépő számára 50 milliárd forintnyi kamat megfizetést tudtunk megspórolni. Szintén fontos volt a Nemzeti Eszközkezelő létrehozatala, amely 100 ezer fő számára teremtette meg a lehetőségét annak, hogy korábbi lakásában, ha nem is tulajdonosként, de bérlőként tovább élhessen. A banki elszámoltatási törvényekkel összességében 1200 milliárd forintot tartottunk ott a magyar emberek zsebében, ez a pénz nem vándorolt a bankok zsebébe. Ha önök maradtak volna, ez az 1200 milliárd forint a bankok zsebébe vándorolt volna, mivel 2010 óta a Fidesz-KDNP kormányoz, ez az 1200 milliárd forint a magyar nehéz helyzetben levő emberek zsebében maradt.
jogegységi törvényt fogadtunk el 2014-ben, forintosítás hozzávetőlegesen 500 000 család számára jelentett segítséget, és jelenti azt, hogy ma már nincsenek kitéve a kamat ingadozásnak, és a családi csődvédelem bevezetése is több 100 család számára segítséget jelentett, már 2000 eljárás van folyamatban, illetőleg az önkormányzati bejelentési kötelezettség és más hasonló módosítások sok-sok családnak jelentenek utolsó lehetőséget akár, de nagyobb biztonságot. Azt pedig azért hozzátenném még mindenképpen, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye viszont megfordítottuk ezt a folyamatot, 81 000 családnak 232 milliárd forint értékben tudtunk segíteni, hogy valóban lakáshoz jusson. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, államtitkár úr!